Monastor Judittal folytatjuk a műsort így 8 óra után. Kezdjét csokkolom. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. A Népesség Tudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa bulvár csacsiságokra nyilván nem adhatja a nevét, fejét. Következésképp az egy komoly tudományos megállapítás lehet, hogy vannak a mama hotelek, mint új jelenség a társadalomban. Magyar jelenség, vagy a civilizált társadalom ugye általában fel tudja ezt mutatni így a 21. század elején? Igen, hát itt érdemes egy kicsit a szót is megmagyarázni. Ugye itt arról van szó, hogy mi azt vizsgáltuk meg, hogy milyen családszerkezeti átalakulások voltak a rendszerváltás óta különböző korosztályok vonatkozásában. Ez egy magyar kutatás. Igen, ez egy magyar vizsgálat volt. És azt állapítottuk meg, hogy egyre több olyan fiatal van, aki hosszú ideig marad a szüleivel otthon. Ez egyébként elmondható, hogy Európában egy eléggé általános jelenség. Ami ugye egy kicsit furcsa az az, hogy az egyik oldalon azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok nagyon hamar érzik magukat felnőttnek, maga a társadalom is nagyon sok vonatkozásban már a tizenévesekre is, mint felnőttekre tekint. Miközben az adatok azt mutatják, hogy a 20 és 40 év közötti fiataloknak a rendszerváltás környékén még körülbelül ötöde, 2000 körül körülbelül harmada, és most már olyan 40% felé mozdul a mutató értéke, él még a szüleivel gyermekstátuszban, hangsúlyozom. Hány évesek ők? 20 és 40 év közöttiek. Tehát mondjuk egy 30-as férfi, mint anyuci kisfia él a családi otthonban. Igen, gyermekstátuszban, tehát itt nem arról van szó, hogy családot alapítottak, és a szüleikkel együtt maradtak, ugye ez már nagyon nem egy jellemző együttélési forma, hanem gyermekstátuszban. Na de ez arról szól, hogy elveszi, amit el tud venni, vagy arról szól, hogy nincs más lehetősége. Arra gondolok, hogy elveszi, amit el tud venni, hogy persze ő felnőtt, ő önálló, ő független, de mindent, amit egy szülő adni tud, az anyagi segítségtől kezdve a kiszolgálásig, majd én mosok rád, kisfiam, ne törődj semmivel, kislányom, veszek neked autót. Tehát mindent megkap anyagi és törődés szinten, amit egy szülő adni tud a gyereknek, még hogyha 30-valány éves is. Bizonyára ilyen is van. Azt gondolom, hogy egyrészt ugye az adatok is azt mutatják, hogy ez egy nagyon nagy csoport. Hogyha nagyon nagy csoport, akkor azt is el kell mondani, hogy ott nagyon sokféle életpálya van mögötte, kényszerek is vannak mögötte, és nyilván arról a jelenségről is van szó, amiről ön beszél. Ugye az egyik okcsoport, amivel ezt az egész jelenséget magyarázhatjuk, az egy demográfiai jellegű. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok sokkal később alapítanak családot, sokkal később kötnek házasságot, ha egyáltalán kötnek, később vállalnak gyereket. Ugye itt is nagyon drasztikus változások zajlottak. Igen, csak az nem demográfiai jellegű, tehát most azokat próbáltam elsőként sorolni, és vannak azok a tényezők is, amire utalt is, tehát például a felsőoktatási expanzió, tehát hogy többen járnak felsőoktatási intézetekbe, ami nyilvánvalóan kitolja az elköltözés időpontját. Nem csak egyszerűen arról van szó, hogy többen járnak felsőoktatási intézetekbe, hanem arról is, hogy tovább végzik az iskolákat, tehát hosszabb ideig tart az egyetemi 5-4 éveket elvégezni, mint korábban, külföldre mennek dolgozni, tanulni, több szakot egyszerre végeznek, áthallgatnak, tehát ez egy picit azért arról is szól, hogy manapság a diplomák értéke a munkaerőpiacon nem olyan nagy, mint korábban volt, tehát a fiatalok igyekeznek minél tovább maradni a felsőoktatási intézetében általában. Hát nyilvánvalóan a család nem minden melegében is ezek területre szerint. Igaz. És van még a munkaerőpiac, a harmadik dimenzió, és itt azért már kényszerekről beszélhetünk, hogy korán sem olyan zökkenőmentes az iskolából a munkavilágába való átmenet, mint korábban volt. Ugye régen, aki elvégzett egy iskolát, az valamilyen munkát, most itt a 90-es évek legeslegelejéről beszélek, vagy még a rendszerváltás előtti időszakról, mindenképpen talált. Most már ez korán sincs így. És... Ebben elég nagy különbségek vannak, tehát nyilván aki diplomát szerez, az könnyebben tud munkát találni, de a diploma ilyen értelemben vett értéke korán sem olyan nagy, mint korábban, tehát ugye nagyon sok diplomásnak is nehézséget jelent a munkaerőpiacra való bekerülés. Ugye ismert adatok azok, hogy a foglalkoztatási mutatók éppen a legfiatalabb, illetve a legidősebb generációk esetében a legalacsonyabbak, tehát azért ez elég erőteljesen jelzi azt, hogy itt kényszerekről is van szó, és nem csak arról, hogy a fiatalok szeretnének a szülői otthon melegében maradni, meg mindazt a támogatást elvenni, amit a szülőktől kaphatnak. Mennyire erre van szám, hogy hány százalékuk marad kényszerből
Hát nem ismerjük az okokat. A szülők ezt nyilván nem ígérik. Ezt nem vizsgáltuk, mert erre nincsenek adatok. Tehát azt próbáltam mondani, hogy többféle van, hogy kinél lesz, hogy kumulálódik, arra nem. És arra van-e adat, hogy mi lesz azokkal a mondjuk 30-asokkal, akik még mindig a szülői házban élnek? El tudnak ők még válni a szüleiktől, vagy javarészt így is maradnak? Hát azért nem valószínű, hogy ennyien a szüleikkel fognak maradni. Az minden esetre nagyon fontos, hogy demográfiai szempontból azt el kell mondani, hogy ugye egyre inkább tolódik ki a gyermekvállalás időszaka, aminek azért a nők esetében vannak biológiai korlátai. Ugye most egy olyan időszakban vagyunk még, amikor nem látjuk pontosan, hogy mennyien maradnak gyermektelenek azokból a születési kohorszokból, akiknél már nagyon erőteljes ez az eltolása a gyermekvállalásnak az életpálya során, de valószínűleg sokkal többen lesznek, mint korábban. És ugye, ha nincsenek gyermekek, nincs családalapítás, akkor azért nagyon nagy az esély erre a késői elköltözésre, de nyilván azért itt még egy nagyon erőteljes kiáramlás van a szülői családból ebben az életkorban is, csak ez egy későbbi időpontra tolódik. Tudom, tehát ez azért egy nem gondolnám, hogy ez így marad nyilvánvalóan. Tehát ez még nem egy sorskérdés, hogy meghatároz az ember életét. Hát ugye itt mondtam, 20 és 40 év közötti fiatalokról van szó, tehát itt azért még egy erőteljes kiáramlás van. Tehát itt inkább az a fontos jelenség, hogy később költöznek el a szüleiktől, és nem az, hogy örökre ott maradnak. Azt kezdtem el mondani az előbb, hogy tudom, hogy hipotetikus, mert minden ilyen az. Nem érzékelhető olyan erősen, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt az, hogy menni akar egy 20 éves fiatal? Tehát, hogy bármi áron is elmegyek albérletbe, nem olyan albérletbe, mint amilyenre vágyom, de menni a családtól, önállónak lenni, elszakadni? Azt ez hiszem, megtört? Hogy itt igaza van a nyitó gondolatának, hogy egy kicsit talán kényelmi szempontokról is szó van, hiszen ugye jól ismert az, hogy régen sem úgy alapítottak családot a fiatalok, hogy megvolt minden egzisztenciális háttere annak. Ugye sokszor a szülőknél kezdték a családalapítást, és aztán költöztek el. Tehát azért nyilvánvalóan itt az értékek, az attitűdök is erőteljesen megváltoztak. Ez egy fontos faktor ennek a jelenségnek. Az de ahogy említettem, nem csak erről van szó. Igen, igen. Az is nyilván kalkuláció és nem tényem alapul, hogy miközben arról beszélünk, hogy demográfiai mélypont van szerte Európában, Magyarországon is, hogy többen halnak, mint születnek. Azon közben ez például, amit most itt elmesélt Mama Hotel címszó alá kerül be ez a történet, ez nagyon súlyosan befolyásolja azt, hogy hány gyerek lesz ebben a társadalomban. Hát hiszen ez egy egészen más élethelyzet, amikor az ember nem a független önálló életét éli, teljesen másképp szemléli a saját életét, amikor hazamegy esténként a családjához, mint egy független ember. Igen, csak én azt hiszem, hogy ez fordítva van. Tehát nem véletlen az ott maradás, tehát nem azért nem tudnak családot alapítani, mert a szüleikkel vannak, és másként látják a világot, hanem azért maradnak a szüleikkel, mert rengeteg olyan döntést nem tudnak, vagy nem hoznak meg valamiért, amit meg kellene hozni egy 30-as éveiben járó fiatalnak, a családalapítás, a munkaerőpiaci karrier, vagy akár az oktatási évek lezárása tekintetében. És innentől kezdve ez messze vezet és szerte ágazik, és számtalan más területet érint. Köszönöm, hogy elmondta, érdekes volt. Nagyon szívesen.